Hetedik alkalommal szervezik meg a kolozsvári zsidónapokat. A szervezők ezúttal is színes programmal készültek. A rendezvényt Szép András zongoraművész és Lackóvas Róbert színművész előadása nyitotta meg. Két év kényszerű kihagyás után ismét részt vehetnek idén az érdeklődők a kolozsvári zsidónapokon. A négynapos rendezvényt a Kolozsvár Társaság, a Magyarország Zsidó Hitközösségek Szövetsége és a Határtalan Kultúra Program szervezi. A megnyitó a Hóreá Nagyúti nemrégiben felújított zsinagógában zajlott. Nagyon nagy jelentőséggel bírjuk, ugye itt mindjárt a megnyitó napján elhangzott Schwarz Robert elnök úrtól, hogy gyakorlatilag ez a csodálatosan felújított zsinagóga most lett felszentelve. Most van az első nyilvános program, és pont Robiékkal egy Radnóti estel, ami azt hiszem, hogy egy különös alaphangot és egy különösen emelkedett alaphangot ad nekünk a további napokra. November 3-a és 6-a között számos program várja az érdeklődőket. Könyvbemutatókon, zenés verses előadásokon, irodalmi sétákon vehetnek részt azok, akik betekintenének a zsidó kultúrába és a kolozsvári zsidó közösség életébe. A rendezvényt Lackóvas Róbert színművész és Szép András zongoraművész előadása nyitotta. Radnóti Miklós emlékezetét idézte fel, Rekvizitumok régi verseimből címmel. Mert bűnösök vagyunk mi, akár a többi mi. Tudjuk, miben védkeztünk, mikor...